a versengés is többek között, meg az, hogy méricskélik, ugye ma mindenki köznevetség tárgyává teszi azt, hogy a férfiak mindig így méricskélik, hogy ki hosszabb, és nem tudom, és hogy ez micsoda baromság, és nem szabad. Ez a motor, ami minket mozgat. És ugyanebben a versengésben ugye az, hogy általában van ez, ami minket előre visz, a kommunikáció is egy központi szerepet játszik. És azért nem kommunikálunk annyira nyíltan, mert a hierarchikus rendszerben, ahol te magadat elhelyezted, előbbre akarsz kerülni, általában az egy presztízs dolog, hogy te milyen pozíciót foglalsz el egy rendszerben, akár céges rendszerekre gondoljunk, de akár baráti körben, vagy vadidegen körben, akik valamit együtt csinálnak. Ugye az a kód, a bennünk levő tapasztalat, hogy bármit elárulunk a gyengeségeinkről, ugye, amit a nők mondják előszeretettel, hogy fedd föl az érzéseid, és mondd ki, hogy ne. Ugye a mi kódunk az azt mondja, hogy ha én elmondom a gyengeségemet, az a következő sarkon velem szembe fog jönni. Valaki ellenem ki fogja használni. És a mi világunkban ez rendszeresen így is van. Rendszeresen így. Nem igaz, hogy nem így van. Ez az igazi tapasztalat. Tehát nekünk igazán meg kell találnunk azt a közeget, ahol megnyílhatunk, ugye, és ezért van szükség barátokra,